szeretettel köszöntök itt mindenkit. Miről fogunk most beszélni, miről lesz szó? Nem másról, a figurakészítésről, figurafaragásról, illetve nagyon érdekes dolog, mindenki, aki szereti az animét, a mangát, vagy bármit, ami fantasy, sci-fi, amiért ugye gyakorlatilag itt vagyunk, szereti valamilyen formában a rajongásának a tárgyából, vagy a rajongásának a világából hazavinni egy pici kis valamit, és nagyon sok embernek ez nem jelent mást, mint ezek a figurák. De hogyan készül el egy ilyen figura? Az ötlettől a megvalósulásig, milyen anyagokat használ egy figurafaragó mester, hogyan jönnek az ötletek, illetve hogyan lesz valakiből figurafaragó, milyen inspirációk élik, erről fogunk most gyakorlatilag beszélni, és az az úr, aki most nekünk erről az életútjáról egy kicsit beszél, meg elmondja, hogy hogyan jutott el idáig, ő egy nagyon, bár Magyarországon talán még nem annyira ismert, de világviszonylatban egy nagyon ismert figurafaragó mester, számos nemzetközi munkában dolgozott. Ha azt mondom nektek, hogy Mononoke Hime erdőhercegnője, kész föl, ki az, aki ismeri? Na, ő például, ugye, hagyd ne mondjak mást, aki rajzolta ugye a rajzfilmet, Miyazaki Hayao, keze alatt dolgozva készítette el például a szarvas figuráját a Mononoke Himéből, illetve sok más egyéb ismert produkcióba is dolgozott. Nightmare Before Christmas, kész föl, ki az, aki ismeri. Ugye? Megint egy nagyon híres, ikonikus sorozat, illetve egy film. Ő szoborta meg gyakorlatilag a tökfej Jacknek a figuráját. Tehát egy nemzetközileg nagyon elismert mester, nagyon sok sorozatba dolgozik, sorozatból faragta meg kézzelfoghatóvá téve a karaktereket. Mindenről majd fogom természetesen faggatni, illetve ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan kész föl, és akkor rákérdezünk. Ő nagyon szeret azért erről beszélni, tehát nem lesz nehéz faggatni. És sok munkájáról szeretném majd én is őt kérdezni. Úgyhogy én azt mondom, hogy csapjunk is bele. Legelőször azért hagyd kérek egy bemutatkozást, aki nem ismerné az ő nevét még, hogy mutatkozzon be, és akkor én majd természetesen beszéltetjük. Natsuka desu. Franciaországból kimashita. Natsuka vagyok, és Franciaországból jöttem. 日本のメーカーの注文で500体以上フィギュアを作ってます。 Japán játékcégek megrendelésére dolgozom. Eddig több mint 500 figurát készítettem tömegtermelésre. 今日持ってきてるのは自分の作品のフィギュアなんですが、今日はもうちょっと商品について。 Amit itt látnak előttem, az a saját művem, tehát ez egy művészeti alkotás, nem készült belőle több példány játékgyárban, de azt hiszem, hogy ma inkább a híresebb művek figuráiról fogunk beszélni. Mielőtt nagyon beszélnénk a híres dolgokról, kérdezzük meg, illetve én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy valakiből hogyan lesz figuravaragó mester. Én azt mondom, hogy tegyünk egy pici időutazást vissza a gyerekkorba. Hogyan indult el a modellezés, makettezés útján, hogyan lett ebből figurakészítés, figurafaragás? Általános iskolás korom óta nagyon szerettem a maketteket, autókat és repülőket, játékmodelleket csináltam, és általános iskola 5. koromban megnyertem egy ilyen makettkészítő versenyt. Én szerettem volna valamilyen művészeti iskolába tovább menni, és úgy képezni magamat tovább, de a szüleim azt mondták, hogy ha már ilyen aprólékos dolgokat szeretek, akkor menjek fogorvosnak. A szülők, the parents would like the child is go to the some normal domestic. Okay. Tehát a szülők mindig azt szeretnék, hogyha a gyerek ugye valami rendes foglalkozásba kezd, de hogyan fogadták az ő szülei, hogy mégis ezt a pályát választotta? わりと決心が固かったのが伝わったみたいで、
反対はされませんでした。そのまま美大に進んで油絵の勉強を始めました。Látták, hogy nagyon eltökélt vagyok, úgyhogy nem ellenkeztek. Művészeti egyetem, képzőművészeti egyetemre mentem tovább, és olajfestmény szakon tanultam. Az olajfestészet és a művészeti szak hogyan egyeztethető össze a motorozással? Abrahe とバイクのつながりは特にないんですが、美術大学が山の上にあったので、それでバイクで通ってました。Az olajfestmény nem függ össze a motorozással, de az egyetem az fönn volt valahol a hegyekben, és motorral jártam oda. あと、バイク友達の、年上の友達と、テントを積んで一緒に山に行ったりするようになった。És ott volt egy haverom, akivel sokat motoroztunk, vittük magunkkal a sátrakat, és kirándolgattunk mindenfelé. その人がフィギュアの会社をやっていて、そこに入れてもらいました。És kiderült, hogy ő egy figurakészítő cégnél dolgozik, és ő vitt engem oda végül. Most a kérdést nem véletlenül tettem fel. Ugye nagyon sokszor a saját baráti körünkből ér minket egy olyan behatás, inspiráció, ami elindít minket akár egy teljesen más életúton. Gyakorlatilag itt is ez történt, hogy a barátjának a behatására került közelebbi viszonyba ezekkel a figurákkal? そうですね。友達の影響で、子供の時から好きだったものに、戻してもらえた感じですね。Igen, itt is ez történt. Tehát a barátom hatására végül is visszatérhettem arra az útra, amit már gyerekkorom óta szerettem és követtem, de egy kicsit elmozdultam onnan. Akkor beszéljünk egy kicsit magukról a munkákról. Ugye én úgy tudom, hogy ő Franciaországban van a cége, ahol dolgozik, és ő manga, anime figurákon dolgozik elsősorban, illetve ugye a játékiparban dolgozik. Arról tudna beszélni, hogy éppen most milyen jelenleg futó munkái vannak, amiről beszélhet? やってるのはちょっと守秘義務があるので話せないんですが、その前にやったのが、ジョジョの奇妙な冒険のフィギュアで、それは、今、発売されています。Sajnos arról, amit most éppen csinálok, arról nem beszélhetek, mert titoktartási kötelezettségem van, de az ezelőtti munkám azt éppen most kezdték el árulni. Ez a Jojo kalandja, Jojo no Kimi no Boken az a címe. Erről beszéltünk, igen? Igen, igen. Azokat a műveimet kezdték el most árulni a játékboltokban. A régi... Ismerik ezt a figurát, akit most mutatok? Kész föl, hogyha valaki esetleg ismeri ezt a karaktert, amit most farag, vagy amit most dolgozik. Rohan という karakter. Rohannak hívják. Úgy látom, hogy a képfelbontás nem túl jó, úgyhogy nem látszik szépen. Igen, mondjuk így elég nehéz követni, hogy ő mit csinál, meg nagyon aprólékos munkáról van itt szó, amit nem ad vissza gyakorlatilag a kamerának a felbontása, de majd úgyis közelebb lehet jönni, akit érdekel, és itt meg lehet azért nézni, meg fogjuk mutatni, úgyhogy ez ne okozzon problémát. Tehát ő nagyon sok karakterrel dolgozik, és mint ahogy említettük, például ugye Hayao Miyazakival is dolgozott együtt a Erdő hercegnőjébe, a Mononoke Himébe. Van valami olyan kedvenc munka, amit így nagyon szívesen ő kiemelne esetleg, és ami Magyarországon is ismert lehet?
van a nők között, akik ismerik Ararecsent? Ararecsent. Megvan? Ismerik, van? Dragon Ball no sakusha no mukashi no sakufin desu. A Dragon Ball alkotójának egy régi művében szerepel ez az Ararecsen, és őt nagyon szeretem. Sore no pramodelu o Gundam no pramodelu ga hayatteta toki ni Ararecsen no pramodelu o tsukutte shougakusei no toki ni kontesto de yushou shimashita. Ezt ötödikes koromban készítettem el Ararecsent, amikor mindenki Gundam modelleket csinált, és én beneveztem ezzel az Ararecsen makettel, és megnyertem vele a versenyt. Egy másik kérdés, amiről így beszélgettünk pár mondat erejéig, és engem nagyon érdekelne, ugye az animébe, és hát általában ugye ezekben és a mangákban ugye egy kétdimenziós karakterekről beszélünk, viszont amikor elkészítenek és megfaragnak egy ilyen modellfigurát, ugye itt háromdimenziósá kell tenni. Ez nagyon sokszor azért nem egyszerű. Itt elárultak nekem egy kis szakmai titkot, mégpedig azt, hogy... Igen, amit mondjon elő, hogy hogyan építi föl egy karakternek a 3D-s verzióját, a csontvázát. Ugyanis egy kis szakmai titok, hogy ő először megcsinálja a karakternek a csontvázát, elképzeli, és utólag épp, de majd ő elmondja. Motomoto aburae no benkyou o shiteta node, klasiku na dessan o takusan shimashita. Sore koso 1000 mai toka dessan o shimashita. Mint mondtam, olajfestészettel foglalkoztam, és amikor tanultam, akkor rengeteget kellett hozzá rajzolni. Tehát ilyen ezres nagyságrendben rajzoltattak minket az egyetemen. Dessan no benkyou to iu no wa, e o kaku tekuniku no benkyou to iu yori wa, mono o miru, mono o rittai o me de scan suru to iu kunren desu. És a rajzolás az igazából nem egy technikai feladat, hogy csak rajzoljunk a papírra, hanem egy látásmód. Tehát, hogy nézzünk egy háromdimenziós, egy térbeli dolgot, és azt megpróbáljuk kivetíteni, tehát lényegében szkennelni, hogy kétdimenziós legyen belőle. Ehhez azért elég komoly anatómiai ismeretek is kellenek, ugye? Igen, tehát hogyha például egy arcot próbálok rajzolni, akkor teljesen hiába rajzolom le csak az orrát meg a szemét mondjuk úgymond helyesen, mert attól nem fog hasonlítani. Attól fog hasonlítani egy rajz az eredetire, hogyha elképzelem a koponyáját, és hogyha a koponyát helyesen képzelem el magamban, akkor jó lesz az ábrázolás. Ez amúgy egy relatíve most már régebbinek számító módszer, például halottaknak a rekonstrukciójánál, biztos tudjátok, például történelmi személyeknél, amikor megvan a koponya, most fölépítik a különböző hát ilyen pontok alapján, hogy hogyan nézhetett ki a valamikor élt embernek az arca, gyakorlatilag ugyanezt a technikát használja, de megfordítva. Tehát elképzeli a koponyát, majd felépíti a karaktert. Tehát egy ilyen elég komoly művészi munka van a háttérben. Igen, így van, én is így gondolom. Látom az eszközeit, amivel dolgozik. Tavaly már beszéltük, ugye ha jól látom, akkor ő is bizonyos speciális paragóeszközöket, illetve fogorvosi eszközöket is talán használ, ugye? Most viaszt használok a faragáshoz. Jewelry no kijutsu nan desu ga, lost wax toi itte, ezt viaszvesztéses eljárásnak nevezik. Az ékszerkészítésnél használják, tehát én viaszból elkészítem a formát, utána egy fém öntőformát készítenek hozzá, de ilyenkor az eredeti viaszt azt kiolvasztják belőle. Lényegében ez a mesterdarab, amit itt láttok, ez a mesterdarab, ez a tényleges öntés folyamán elpusztul. Tehát ez egy egyszeri, megismételhetetlen dolog. Elkészül ez a mesterdarab, arról leveszik ugye az öntőmintát. Amikor az öntőminta elkészül, megsemmisül
az eredeti darab, ugye? Amikor már megvan maga az öntőforma, akkor ugye elkezdődik az ipari öntés, az ipari gyártás, de én még ugye arra azért kíváncsi lennék, hogy faragás közben például szokott változtatni a meglévő, tehát a közben, ha jön egy inspiráció, bátran változtat a karakterem? A formán, a pózon, vagy egy gesztuson, vagy egy ruhának az esésén, ívén. Tehát azt mondja, de ez így mégsem jó, mert ő most fúj a szél, és lebegjen ez a köpeny, vagy plusz dinamikát visz a mozdulatba, vagy bármi. Igen, mindig úgy dolgozom, hogy kétségbe vonom azt, amit eddig csináltam. Tehát az eddigi munkámat mindig felülbírálom és közben alakítom. もし最初の印象とかけ離れていった場合には躊躇なく直して壊してもう一回作り直すことが多いです。 Tehát amikor látom, hogy amit először elképzeltem, az valahogy nem stimmel, ez nem az, amit akartam, akkor minden teketória nélkül összetöröm, beolvasztom, visszagyúrom, letöröm, kicserélem. Tehát akkor gyakorlatilag egy új palettával kezdi el magát a koncepciót, vagy a faragást. Zero kara yaru koto wa hobo nai desu ga, tatoeba, kono ude no katachi wo 見えるかな。腕のポーズをこの角度からこの角度に変えたいとなったら、中の筋肉から服のシワから変えるところがいっぱい出てきます。Ritkán csinálok olyat, hogy nullára bedarálom az egészet, de például ha csak egy ilyen picit szeretnék változtatni, mint amit most mutatok, hogy egy picike kézmozdulat, hogy mondjuk így tartotta és most így tartja, ahogy mutatja. Rengeteg változtatást igényel egy ilyen pici pár milliméteres eltolódás is. Nem csak a ruharedőiről van itt szó, hanem belül a kéznek az izomzata, ahogy mozdul, nagyon-nagyon sok változtatás szükséges. Nyilván látjuk, hogy azért ez egyszerűnek tűnik meg neki, nagyon gyakorlottak ugye a kézmozdulatai, a technika, amivel dolgozik, de ugye, mint amiről beszéltünk, elég komoly anatómiai ismeretek vannak itt a háttérben, tehát elfordul egy kéz és egy alkarba, ugye az orsóson, csincsont, ahogy elfordul egymáson, a csukló, az ujjaknak az állása, ez azért egy meglehetősen bonyolult mozdulat. Egy picit más téma. Szokott-e kapni... そうですね。それはすごく美大でクラシックな美術を勉強したのが役に立ってます。 Igen, az egyetemen klasszikus művészeteket tanultam, tehát olyankor ezt az anatómiát meg egyebeket azt nagyon belénk verték. Hát igen, ez az alapja azért mindennek, mint tudjuk. Egy teljesen kicsit más téma. Szokott-e kapni kérést például, vagy valami visszajelzést a rajongóktól, hogy akik szeretik az ő munkáit, hogy igen, de ők szeretnének egy meglévő karaktertől látni mondjuk egy olyan mozdulatot, ahogy még mondjuk nem adták ki. Tehát például van egy ismert anime karakter, akinől dolgozott például, és azt mondják a rajongók, hogy igen, hát ebből kiadtak ilyen-ilyen figurát, de úgy szeretnék látni egy teljesen más pózba, ami mondjuk rá, van ilyen visszajelzés, vagy kérés a rajongóktól, hogy őt kérik, de hogy csináljon egy ilyen mozdulatot, hogy igen, 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 tehát hogy inspirálják-e a rajongók esetleg? Ha van bármilyen kérdésetek, akkor nyugodtan készül, jó? そういう注文は基本的にメーカーを通してくるんですが、必ずインターネットで評判になるので、大体ネットではボロクソに言われます。 Igen, ezek a kérések általában a cégeken keresztül, tehát a játék cégeken keresztül jutnak el hozzám.
de hát ugye most a net világában már azonnal megvannak az ítéletek, meg ítélkezések, úgyhogy néha lehordanak a sárga földig, hogyha... それはあの次のステップに進むためにすごく大事なことなので そういうのを一切読まないという作り手もいるんですが僕は必ず見るようにしてます De én szeretem, hogyha szidnak azt is, mert az is a fejlődésemhez járul hozzá. Vannak olyan alkotók, akik egyáltalán nem olvassák el, amiket írnak a műveikről, mert hát ha lehúzzák mondjuk az adott munkájukat, de én azok közé tartozom, akik elolvassák mindig, mert érdekel, hogy mit gondolnak róla, és biztos, hogy a következőkben hasznos lesz. Én azért úgy gondolom, hogy mi rajongunk, azért időnként egy picit hálátlanok is tudunk lenni, mert ha nem olyan formában kapjuk meg a rajongásunknak a tárgyát, akkor ugye így születnek ugye a negatív vélemények, de azért én azt gondolom, hogy ugye mint ahogy ő is, hogy minden vélemény egy vélemény, és minden véleményből építkezni kell. Nincsen rossz vagy jó vélemény, vélemény van, és ugye majd eldöntik a cégek, hogy abból milyen figura születik meg. Van olyan szívének nagyon kedves munka, amit kiemelne? あの、もののけ姫を作った時は、宮崎駿監督に直接目の前で監修してもらえたので、すごく印象に残ってます。 Hát az egyik kedvencem, már az előbb beszéltünk róla, a Mononoke Himéből, a vadon herceg nőjéből, annak a szarvasnak az alakja, mert azt közvetlenül Miyazaki Hayao eljött a stúdióba, és ő mondott nekem instrukciókat, hogy hogyan csináljam. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt, mert közvetlenül a mester mondta, hogy mit, hogyan, és... Milyen volt együtt dolgozni a mesterrel amúgy? Tehát mennyire inspirál, mennyire... Milyen impulzusokat tud adni? インスピレーションにはならなかったですけども、ヤックルという鹿みたいな動物の足の形が違うっていうので、僕のスケッチブックに宮崎駿がサラサラとスケッチを描いてくれたんです。 Hát nem inspirációról beszélnék inkább, hanem hát jött a nagymester ugye a dolgozó szobámba, és a jegyzett füzetembe lerajzolta, hogy hogyan kéne kinézni ennek a Jakul nevű szarvasnak a lábának, tehát hogyan álljon ott a földön, és ezt közvetlenül belerajzolta az én füzetembe. De szóval a takaramono da to mottara, szóna toki kaisade hataraitetano de, sacsóni toriangerare csajmasta. És én annyira örültem neki, mert most hozzájutottam egy ilyen nagy kincshez, amit közvetlenül, tehát a kéz, a saját rajza, mi az, aki Hayaónak, és gondoltam, hogy ezt életem végéig őrizni fogom, de sajnos egy cégnél dolgoztam akkor, és a főnököm azon nyomban el is vette ezt az ábrát. Nem is értem miért. De ma 後日, Studio Ghibli-nóhókara, szóval kaeszett, de gondol, sacsóga toriangerarete-mást. De ő se örült neki sokáig, mert nem sokára megjelentek a Ghibli emberei, és elvették a főnökömtől is ezt a rajzot. Na, ezt se értem, hogy miért. Egy picit, egy kicsit Európa, azt ugye nagyjából tudjátok, hogy Picasso neve ugye nem ismeretlen. Picasso nagyon sokszor fizetett úgy amúgy éttermekbe, hogy egy számlára aláírta a számlát, és mondták, hogy rendezve is van a számla, köszönjük szépen. Olyan sokat ért az ő aláírása. Körülbelül egy hasonló dolog, hogy ugye valaki, aki egy ilyen neves rajzoló mester, rajzol neked egy skiccet, az is gyakorlatilag felbecsülhetetlen érték lehet. Most ugye készíti a figurát, ugye mondta, hogy viaszvesztéses módszerrel dolgozik, látom, hogy sok eszközt használ. Ilyenkor ugye már az artwork-ök alapján, illetve hát a fantázia alapján dolgozik. Mondta, hogy nagyon bátran szokott változtatni, és hogy néha teljesen elveti az alapkoncepciót, és egy új koncepció lesz belőle. Ilyenkor már a kérdés az, hogy ilyenkor már a karakternek tehát a karakter elképzelt személyisége mennyire játszik szerepet
a munkában. Mondjuk egy videójátéknál ugye azért elmondják, még nincs kiadva a videójáték, vagy már megvan a videójáték például, vagy egy anime, ott mennyire számít egy karakternek a személyiség, amikor ő farag? この段階で作りながら大体依頼された作品を全部漫画だったら全部読むアニメだったら全部見るようにしてるので、だんだんこうファンの気持ちになって、このキャラクターがもう世界一好きなんだっていうふうにメンタルを持っていて作るようにしてます。 Én úgy vagyok vele, hogyha megbíznak egy karakter elkészítésével, akkor elolvasom az összes kötetet az adott mangából, vagy megnézem az összes részét az adott animének, és én szeretnék lenni a legeslegnagyobb rajongója az adott figurának. Tehát igyekszem rajongó lenni, és minden a lehető legjobban megismerni ezt a figurát. Tehát amikor készítem, akkor én végül is így bele a szeretetemet is mind ráruházom, és próbálom úgy látni, mint a legnagyobb rajongói. Olyan volt már, hogy egy figurából például kértek tőle egy alternatív verziót? Tehát most értem, azon itt van a szamuráj, és azt mondták, hogy jó, de most ugyanezt a szamurájt mondjuk festésbe legyen mondjuk harc visel, tehát hogy kerüljön rá sebb hely, koszosabb a ruha, tehát hogy amikor, biztos nyilván érted a kérdést, tehát hogy mi lenne akkor, hogyha ez a karakter most veti bele magát a csatába, vagy már vége van a csatának, és egy csataviselt, megfáradt. Tehát szoktak-e a cégek ilyet kérni? Olyan nem szokott lenni, hogy utólag megkérnek valami ilyesmire, hanem hogyha a cégnek ilyen elképzelése van, akkor egyszerre kérik mind a kettőt. Tehát kérnek egy szép, egy harc előtti öltözetet a szamurájra, és akkor egy harc utáni ilyen sebb helyes, lerobbantabb változatot. Mert általában ugye a rajongók, mint ahogy mi is vagyunk, ugye általában gyűjtők is vagyunk, és a gyűjtők szeretnek mindenféle verziót tudni a gyűjteményükbe. És ezért kérdeztem, tehát hogy van-e ilyen kérés. こういう大きなサイズのフィギュアっていうのは大体高いものです。で、そうじゃなくてこういうちっちゃいやつっていうのは割とコレクションしやすい安いもの。なので、同じ漫画のシリーズでも大きいものと大きいものは一つ買って、ちっちゃいものは何個か揃えるとかそういう揃え方をする人が多いです。 Igen, de általában a körülbelül ekkora méretű figurák azok már nagyon drágák. Tehát mondjuk egy adott mangánál nagyon sokan úgy csinálják, hogy van egy nagy a kedvenc karakterükről, és akkor van több picike, mert azokat könnyebb megvenni. Egy ilyen méretű figura azért már nagyon drága tud lenni. Egy picit tekerjük meg a kérdéseket. Ugye most elmeséled egy kicsit a gyerekkorát, egy nagyon picit beleláttunk abba, hogy hogyan kezd el faragni, hogyan jut el egy munka az alapoktól mondjuk a figuráig. A magánéletében mennyi ideje van pihenni, illetve hogyan gyűjt inspirációt a munkáira? Tehát a saját műveire, igen, tehát hogyan jut arra idő, amikor egy ő föltöltődik, esetleg művészeti albumokat néz, csak úgy rajzolgat, természetbe jár, motorozik, bármi? Szóval
映画ももちろん見るんですが、映画の予告編を見るのが好きで、映画を見る前に予告編から全体のストーリーを想像するんです。そうすると本編と全然違ってて自分の作品に役立ったりします。Nagyon szeretek moziba járni, de amit még annál is jobban szeretek, azok az előzetesek, a film előzetesek. Mert az olyan sokat ígér, és nagyon sok mindent elképzelek belőle, rengetegszer egészen más végül a film, ha megnézem. De egy előzetes az nagyon sok hasznot tud hajtani a saját munkámhoz, és föl szoktam őket használni a saját műveimben. Tehát amit onnan gyűjtök ötletet. Én például, amikor nekiállok festeni egy figurát, és tanácstalan vagyok, vagy úgy nem érzem a figurát, én például nagyon sokszor művészeti albumokat szépen lassan elkezdek átlapozgatni, és a különböző az elképzelt karakter színvilágát próbálom magamba szívni. アニメーションのキャラクターの場合はもう色がしっかり決まってるのでその色で塗れっていうふうに依頼されます。Az animációk esetében már megvan előre, hogy milyen színű az adott karakter, tehát ott nincs vita, megmondják, hogy milyenre kell csinálni. Még egy saját munkánál. Zsibunusakhin no bai mo sou nan desu ga, tatoeba manga dake, mada animation ni natte inai, souyu sakuhin no toki wa, 白黒ですよね、日本の漫画って。でも漫画を一通り読んだ後にパラパラパラっと見てると色が浮かんでくるんですよ。その色を選んで、一番印象が強い色に塗るようにしてます。Hát a saját műveimmel is hasonlóan van, de mint tudják, a mangák Japánban fekete-fehérek. Tehát, hogyha olyan mangát kérnek tőlem, amiből még nincsen anime, akkor végig szoktam olvasni az egészet, és utána így lapozgatom, csak pörgetem a lapokat, és ahogy pörgetem a lapokat, egyszer csak előjönnek a színek. És abból, amilyen színek akkor előjönnek, akkor úgy, amelyik ugye legerősebben kijön, akkor megvannak a főszínek, és az alapján döntök, hogy milyen színűre színezem az adott karaktert. Mert velem például így már fordult elő, hogy egy karaktert megfestettem, figurát, és utána rájöttem, mikor már kész volt a figura, hogy de az a szín abszolút nem illik mondjuk ahhoz a karakterhez, mondjuk beszéljünk egy szoknyáról, egy nadrágról, egy hakamáról, egy bármiről, és végül is háromszor, négyszer variáltam, átfestettem, és egy apró részleten is nagyon sokszor visszatértem olykor, amíg azt nem mondtam, hogy na most állt össze a karakter. Hát ez velem is így van. Igen. Hogy akkor ő beszéljen és nem én, mennyi időt szokott egy nap faragással tölteni, vagy magával, ne is a faragásról beszéljünk, hanem úgy a munkáról, mert ilyen munkarésze nem csak a faragásból áll természetesen, hanem benne vannak az artworkök, benne van a szerszámok karbantartása, minden. Tehát egy nap hány órát foglalkozik a figurákkal? 基本的には8時間なんですが、忙しい時には16時間くらいしてます。Alapvetően 8 órában dolgozom, de amikor szorít a határidő, akkor 16 órákat is lenyomok. Nem tudom, neki van egy családja, bármi? Kodomoga 2 人います。でも、自分で決めたルールがあって、朝ごはんと晩ごはんだけは絶対一緒に食べるようにしてます。Igen, van két gyerekem, de van egy szabály, amit mindig betartok, hogy reggelizni és vacsorázni mindig együtt étkezünk. Tehát akkor főállású apuka is. Nem, mert a stúdióm az egy 15 perc sétára van körülbelül otthontól. Az azért nem rossz, na, hogy valljuk be.
Vannak már neki tanítványai vagy követői, akiket az ő munkái inspiráltak, és ezért lettek mondjuk faragók, festők, bármi, tehát akikről ő tud?会社で働いてた時は後輩がいました。今パリの仕事場で特殊メイクをやってる人が働いてアシスタントでやってくれてたんですけど、仕事が大変で逃げられました。 Amikor cégnél dolgoztam, akkor voltak, akik később léptek be, és ők tanultak tőlem. Saját tanítványom az volt egy, de meglógott, mert túl soknak találta a munkát, meg nehéznek. Egy filmes, ilyen speciális sminkeket készítő gyerek volt különben, és ő dolgozott nálam, de nem bírta sokáig. A mesterek keze alatt dolgozni időnként nehéz, ezt tudjuk. Most mondta, hogy ilyen cégnél dolgozik, és hogy folyamatosan azért vannak megrendelései. Ő azért ugye játékokhoz is készít figurát, tehát videójátékokhoz is például, ugye, meg animékhez, mangákhoz is készít figurákat. Videójáték annyira nem volt valószínűleg, lehet, hogy csináltam, de nem emlékszem. Van olyan, ugye neki van saját karaktere is, akit ő talál ki. Mint például igen a szamuráj, amit itt is látunk. Jut idő arra, hogy a saját munkáit, a saját ötleteket a céges munkák mellett megvalósítsa, vagy inkább a céges munkák töltik ki a munkaidejének a nagyobbik részét? Igen, a fő munkáim azok a játékcégek megrendelésére készülnek, és amikor közöttük akad egy kis időm, akkor állok neki a saját művészeti projektjeimnek. Ugye tavaly volt szerencsém tőle kapni egy albumot, az ő saját albumát, abban néztem, azért nagyon sok saját munkája van nyilvánvalóan. Hol találkozhatunk esetleg? Neki szokott lenni kiállítása például? Tehát akár például Magyarországon, a Japán Alapítványon belül, bárhol. Igen, Magyarországon csak itt láthatják a műveit, úgyhogy ha gondolják utána, az előadást nem fényképezzék le, mert csak itt van lehetőség megnézni. De most éppen Párizsban folyik egy saját kiállítása. Ugye Franciaországban él, én úgy tudom, Franciaországban dolgozik. Szokták ők, vagy ugye most Magyarországon itt van nálunk a Mondokonon. Milyen gyakran szokott így elmenni amúgy úgymond kiküldetésbe, vagy hát mint meghívott vendégként más rendezvényekre? Sokszor hívják? Hát igen, viszonylag soknak mondható. Tavaly, amikor itt voltam Magyarországon, utána a Lengyelországba mentem, és most pedig Szlovákiába fogok menni. Azért Magyarországon, hál' Isten, az utóbbi években, ugye benne vagyok ebben a hobbiban, nagyon erősödik. Tehát Magyarországon is nagyon sok figura faragó lett, nem is inkább faragó, inkább festő, hiszen rengeteg olyan játék
jött be Magyarországra, ami terepasztalos különböző táblás játékok, amiknek ugye a figuráknak a kifestése elengedhetetlen követelménye a játéknak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert egyre több ember szereti meg ezt a hobbit, egyre több ember gondolkodik el azon, hogy egy kicsit ennek a pályának az irányába mozduljon el, illetve egyre több ember ismeri meg ezáltal más festőknek is a munkáját. Én ezt egy rendkívül jó dolognak tartom, hiszen ez azon kívül, hogy művészet, azon kívül egy nagyon jó hobbi is. Ő nem tudom, ő például játszik bár játékkal, vagy van rá egyáltalán ideje szabad idejébe? Nem, sajnos ilyesmit nem csinál, nem játszom. Sigoto de tsukutte, sakuhin de tsukutte tara mo nuteru jikan ga nai desu. Hai? Nihon no figura no yakume. Sumimasen. Nihon no figura teiu no wa 漫画とかアニメの平面から平面のファンが、その作品が現実世界に手に取って取れるコレクションできるという喜び、欲求から生まれたものです。Igen, tehát Japánban nem is inkább ezek a táblás játékok a céljai a figuráknak. Én nem is játszom ilyenekkel, hanem az elsődleges oka, amiért megszülettek ezek a figurák, az az volt, hogy az emberek olvasták a mangát, és szerették volna birtokolni a kedvenc karaktereiket, tehát szerették volna megfogni kézzel a térbeli változatot. De kóihúni kotei, póz no kotei szareta figura kazaru mono to, akusion figura という kansetsu ga tsuiteite, jissai ni jibun de póz ga tsukerareru. Figura to, o makani 2 shurui arimasu ne. És alapvetően két fajtája van Japánban a figuráknak. Az egyik az ilyen, amelyik végül is olyas, mint egy szobor, tehát nem mozgatható, és egy adott pózban beáll, és nézegetni lehet, gyűjteni. A másik változat ezek az akció figurák. Multipozícionálható figurák. Multipozícionálható figurák, amelyeknek mozgathatók az ízületei, és végül is lehet velük játszani. Némelyiknek a fejét lehet kicserélni, tehát hogy konkrétan játszhatnak vele. De ez, amit te mondtál, ez a... Multipozícionálható? Nem, hanem a táblás játékhoz valók, az annyira nem elterjedt. Bár mondjuk azért minket rajongókat váljuk be, nem nagyon tart vissza az, hogy egy figura mozgatható, vagy se ha játszani akarunk vele, azért játszunk. Amikor először szembesültem azzal, hogy például Magyarországon is milyen komoly gyűjtő tábora van ezeknek a figuráknak, és hogy van egy-két azért olyan nagyon komoly cég, japán cég is, aki kimondottan számozott példányszámú gyűjthető figurákat adnak el a nagyon komoly rajongóknak, hogy ezekre sorban állnak. Tehát limitált példányszámú figurák készülnek el, de gyakorlatilag van, hogy már a gyártás pillanatában el is fogyott az a figura, amit mondjuk kiad az a cég, és utána, ahogy ez kikerül a forgalomba, onnantól kezdve folyamatosan, mint egy művészeti tárgy, évről évre értékelődik fel az áruk ezeknek a figuráknak. Ezt jól gondolom, ugye? それは多分アメリカかフランスのメーカーで、ちょっと日本で僕のクライアントとは違う種類の売り方ですね。Azt gondolom, hogy ez a típusú számozott példányok az inkább Amerika meg Franciaországra jellemző. Az én cégeim, akikkel kapcsolatban vagyok, egy kicsit másfajta eladási módszereket alkalmaznak.
amikor őt meghívják például, tehát most egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan dolgozik, mind dolgozik, ugye beszéltünk most a háttérről, gyerekkor, inspiráció, stb. Ahogy látjuk, hogy készíti a figurát és faragja a figurát, amikor például egy kézmozdulat, vagy egy gesztus, például ugye most a fejet formázza éppen, ő mondta, hogy nagyon sokszor elveti az a koncepciót, és teljesen egy újat épít fel. Ez nem szokta őt zavarni alapvetően. Na de a fő kérdés, hogy ilyenkor, amikor így farag, akkor ő mennyire viszi bele gyakorlatilag az adott nem pillanatnyi gondolatokat, ez egy butaság, hanem mennyire változtat menet közben a figurának az összképén. Tehát például, hogy csinálja az arcot, és azt mondja, hogy na, ő most úgy gondolja, hogy ez a karakter inkább mosolyogni fog egy kicsit, akkor simán átvariálja. そこまで極端に変えることはないですけども、あの、物語を作りながら、まあ、フィギュアのイメージが固まって物語を作り出すんですけども、物語を変えた場合には、表情も変わってきたりします。A saját műveim esetében, hát mondjuk ilyen nagy változtatásokat nem csinálok, hogy hirtelen mosolyogjon, vagy ilyesmi, de mivel a figurák hozzák bennem létre a történeteket, tehát most a saját műveiről beszél, akkor olyan van, hogy valahogy átalakul bennem a történet, és annak fényében egy picit átalakul a karakter is. Mennyi idő szokott körülbelül lenni, amíg egy teljes figurát megfarag, úgy átlagosan? このくらいのサイズで、2週間、このくらいのサイズで1ヶ月かかります。A saját műveim esetében ezek a kisebbek olyan két hét alatt készülnek el, ez a nagyobb egy hónap. Most ugye, hogy fejlődik a világ, fejlődik a technika, bejönnek különböző újabb módszerek, én is szembesülök azzal, hogy például amiket mondjuk régebben kézzel megfaragtam kisebb apró dolgok, azokat most már mondjuk 3D-s nyomtatásba meg lehet csinálni, el lehet érni, de én még mindig úgy gondolom, hogy az igazi művészeti munka az a kézzel faragott munka, nem lebecsülendő itt ugye a 3D-s nyomtatás. Ő hogy látja ennek a viszonyát, hogy egyre inkább terjednek ezek az új technológiák? Mennyire látja esetleg veszélybe?3D プリンターがこれからどんどん普及して、3D プリンターが主流になってくれたら、手仕事で作る人がいなくなるので、僕の希少価値が高まるので、どんどん発展してほしいです。Hogyha én nagyon örülök neki, hogy itt terjed a 3D-s nyomtatás, és gondolom, hogyha már bármit meg lehet majd csinálni, tehát eljutnak odáig, hogy a 3D-s nyomtatóval bármit el tudjanak készíteni, az nagyon jó lesz, mert az én munkám az föl fog értékelődni. Tehát én alig várom, hogy bármire képesek legyenek a 3D-s nyomtatóval. Én ugyanígy gondolom, hogy a kézzel készült munka és a kézzel készült pillanatnyi munka, amiben benne van a művésznek az eszenciája, a számomra is mindig sokkal értékesebb, mert abba kapunk egy olyan plusz dolgot, amit egy tömegtermeléses munkában nem kapunk meg. Erről, ezt jól gondolom akkor. Shashinga hatsumei sarete, kaiga ga sutareta ka tou to sou dewa nakute, chato nokotta you ni 3D printer ga fukyu shita koto niyotte, あの逆に手作りのフィギュアがアートに近づいていくもんだと思ってます。Én úgy gondolom, hogy attól, hogy kitalálták a fényképezést, még nem szűnt meg a festészet,
És ugyanez igaz arra is, hogy attól, hogy föltalálják a 3D-s nyomtatást, inkább ez csak emeli a kézzel készült tárgyak értékét. És alkalmat ad arra, hogy ezek közelítsenek a művészethez. Mondjátok, hogyha más véleményetek van, vagy készföld. Én a mai napig úgy gondolom, például a cosplayerek körébe is, hogy egy kézzel készült bármilyen művészeti munka, az mindig a számomra többet ér, mint egy tömeggyártásba fröccsöntött, 3D-s nyomtatott bármilyen munka, pláne hogyha azt egy olyan művész készíti el, akihez van bármilyen kötődés. Tehát annak az értéke az mindig is magasabb lesz, bármilyen világot is fogunk majd írni, gondolom, mint tényleg egy tömeggyártásos. Tehát én egy véleményen vagyok vele. Tehát számunkra ez gyűjtők számára is szerintem ez sokkal fontosabb. Na most egy kérdés. Van-e bárkinek olyan kérdése, ami mondjuk a faragással kapcsolatos? Tehát, hogy hogyan farag, hogyan jut el A-ból B-be? Kész föl, hogyha valakinek van bármilyen kérdése. Ha nem, az se baj, mert akkor én fogok kérdezni, remélem, hogy jó dolgokat. Igen? Gyere közelem. Tervezettem már akciófigurát. Igen. Demo prolesler, nihonjin no prolesler nanode, Hungary de utte nai to omoimasu. Igen, terveztem, de pankrációsok, úgyhogy azt hiszem, hogy azokat nem árulják Magyarországon. Erről beszéltünk, hogy nagyon sok pankrációs figurát csinált. Magyarországon a pankráció annyira nem ismert. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a Bumpers Throne-nál, vagy pedig a Medicos-nál jelentek meg művei? Bumpresto ga ima no omo na klájánto desu. A fő megrendelője a Bumprest. Bárkinek bármilyen kérdés, oda. Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e számára kivívás, már mint így szoborban, vagy egyéb maketba? Milyen váratlan, hogy... Igen, bármiben. それはしょっちゅうあるんですが、だいたい男のキャラクターの方が得意なので、女の子のキャラクターが来ると、毎回チャレンジです。 Igen, nagyon gyakran előfordul velem, de férfi karaktereket sokkal jobban tudok csinálni. Úgyhogy minden alkalommal, amikor lányra kérnek, akkor általában gondban vagyok, és nehézségekkel kerülök szembe. Nagyon megköszönöm a művész úrnak. Most visszaadom a mikrofont. Még valakinek kérdése? Nekem csak annyi lenne, hogy a Ghibli stúdiónak volt-e másik olyan mű, amiben az ön munkája szerepelt-e? Ghibli. Más a Vadó hercegnője például. A Laputából, meg a milyen az a Kurenai no Butának, nem tudom, milyen magyar címe. Az a malac. Porco Rosso, igen. Köszönöm. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy esetleg pára mondjuk lemásolják a műveit, tehát hogy megveszi valaki, és akkor ezt így hazaviszi, belerakja egy fröccsöntőbe, és akkor így lemásolja ezzel teljes mértékben. Ez a tömegtermelésre készült művekre gondolom. Hát olyanra, hogy, tehát, hogy például... Amit boltban kapni lehet, ugye? Tessék? Amit boltban kapni lehet azokra. Hát olyanra gondolok, hogy például a saját kifestős figuráknál
csinálnak olyat, hogy valaki megveszi drágán a helyszínen, és akkor ezt így eladják egy cégnek, amelyik utána ezt így tömeggyártja, és az eredeti gyártó ebből nem kap hasznot. Tehát, hogy ilyesmire gondoltam.元型を作ってる方としてはそこはタッチできないので、そこはメーカーさんがあの戦います。意見としてはもちろん悪いです。もちろん悪いですが、あの買った完成品のフィギュアを自分で色を塗り直したり改造したりするのは すごく嬉しいです. Hát természetesen nem örülök neki, és nem tartom tisztességes és jó dolognak, de előfordult már velem hasonló, de ehhez nekem így ilyenkor semmi közöm, tehát nincsen ráhatásom arra, hogy mi történik vele. Ezt a cégeknek kell egymás között elintézniük. Ellenben annak, hogyha valaki megveszi egy kész figurámat, és ezt átalakítja, hogy még jobb legyen a saját kedvére, vagy átfesti, annak nagyon örülök. Akkor ez lesz az utolsó kérdés. Nekem csak annyi, hogy ugye arról volt szó, hogy a viaszból szokott még dolgozni, meg fával. És hogy van-e még más anyag, amivel szokott dolgozni? És hogy mi az, amit a legjobban szeret? Legjobban szeret... そう、色んな粘土とか、いろんな素材を試しましたけど、ローがすごく使いやすいです。なんでかというと、粘土みたいに乾く時間を待たなくていいし、削るのも簡単だし、間違ったらこの道具で溶かてすぐ直せるので、で、元々ジュエリーの技術なので、すごい細かい細工もできるし、 Sok mindent kipróbáltam. Az előbb, amit a fát mondott, inkább ilyen kis fegyvereket, meg kisebb eszközöket szoktam csinálni a figurákhoz. Tehát alapvetően fát nem faragok ki szoborra. De nagyon sok anyagot kipróbáltam, hogy miből lehetne ezeket megalkotni. És azért maradtam a viasznál, mert például a gyurmánál, vagy akár a kiégetett gyurmáknál meg kell várni, amíg megszárad, vagy ki kell sütni, vagy valamit, tehát az agyagot is meg kell várni, amíg megkeményedik. És ez viszont eleve kemény, ha elrontom egy ilyen forrasztó pálka-szerű eszközt használok, tehát hozzá tudok újra ragasztani, le tudok belőle faragni, újra hozzáteszek, tehát nagyon ez volt eddig a legalkalmasabb arra, amit csinálni szeretnék. Sajnos, mert nagyon több kérdésre nincs idő. Hát én... Lenne még esetleg olyan dolog, amiről ő nagyon szeretne beszélni, így záró szóként? Ugye keveset beszéltünk relatíve a faragásról, a munkáról, a hogyan áll össze egy szobor, de azt gondolom, hogy ez nagyon szakma lenne. Nehéz lenne egy szakmáról, egy ilyen művészeti ágról így színpadon sok mindent beszélni, hiszen itt maga ugye a mozdulatok, a folyamatot kéne végignézni, amire sajnos itt nincsen idő. De van-e valami, amit nagyon szeretné így kiemelni ebbe a munkába, mondjuk ha valaki el szeretné kezdeni? まずは手を動かすことが大事なので、遠慮しないでどんどん始めてください。
それで手を汚して、もう2個3個作ってたら絶対に上達するので、続けてやることです。A legfontosabb tanácsom az, hogy kezdjék el. Ne féljenek attól, hogy koszos lesz a kezük, és ne féljenek a hibáktól, vagy a kudarcoktól. És amikor már a harmadikat, negyediket is megcsinálták, azzal biztos, hogy fejlődnek. Tehát egyszerűen csak csinálni kell. Edisonnak volt az a mondása, hogy legalább 1000-szer csinált villanyizzót. Ő azt mondta, hogy nem 1000-szer rontotta el, hanem 1000-szer csinálta meg azt, hogy hogyan nem kell megcsinálni. Tehát nyugodtan dolgozzatok, csináljátok, legyen koszos a kezetek. Én hagyj kérek egy nagyon nagy tapsot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy meghallgattatok bennünket. Remélem, hogy jövőre találkozunk megint ugyanitt. Köszönöm természetesen a Japán Alapítványnak is, hogy lehetővé tette azt, hogy vele itt beszélgessünk, meghallgathassuk. És én azt gondolom, hogy ha valaki szeretné őt megtámadni itt a színpad mellett egy autogramra vagy bármire, ennek szerintem lesz lehetősége. Jó? Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok bennünket, és természetesen a rendezvény pedig folytatódik tovább, és még egy tapsot hagyj kérjek. Köszönöm szépen.